Jó estét kívánok, köszöntöm nézőinket, és köszöntöm mai háttérműsorunk vendégét, Vég Gábort, a Baranya megyei vállalkozói központ vásárigazgatóját, akivel a következő percekben arról beszélgetünk, hogy hol tart a vidék hagyományos szakvásárának. Az idén 12. alkalommal és ezúttal a szokottnál korábban, augusztus elején sorra kerülő gazdanapoknak az előkészítése, hogy milyen újdonságok várhatók, mire számíthatnak az agrár szakemberek és a vásár iránt érdeklődő nagy közönség. Köszöntöm, igazgató úr. Ezúttal ugye a hagyományoktól eltérően nem augusztus végén, hanem a hónap elején kerül sor a gazdanapokra. Mikor lesz pontosan, és jelenleg hol tartanak az előkészületek? Igen, ez egy... köszönöm a kérdést, mert legalább így még egy fórumon reagálni tudok erre a változtatásra. Ezt az országos agrárkiállítás kényszerítette ki többek között belőlünk is, hogy ezt a jól bejáratott időpontunkat, ezt változtatni kellett. Idén ősszel megkonzultáltuk a kiállítói körünkkel azt, hogy mit szólnának, mi lenne a számukra is elfogadható időpont, és a többek között az ő javaslatuk is döntően befolyásolta azt, hogy ezt az augusztus 4-e, 7-ei első hétvégét választottuk, amit talán ugyanolyan nyári pauzának tekinthető az agrártevékenységek szempontjából, mint az augusztus vége, hiszen az aratás ilyenkor már lecseng, és mi bízunk abban, hogy előkészítve, tehát tematikusan hasonló módon felépítve ezt a vásárunkat, szépre készítve ezt ugyanúgy szervezetten meg tudjuk rendezni most augusztus elején. Eddig még mindig sikerült, de ha már az előkészületekről beszélt, hát hol tartanak ezek jelenleg? Egyáltalán ilyenkor, ennyi idővel a vásár előtt, tehát gyakorlatilag mondjuk 2 hónappal a vásár kezdete előtt, hogy kell kinézni az előkészületeknek, és ahhoz képest hogy tart? Hát időarányosan azt kell, hogy mondjam, hogy jól állunk, tehát mind a kis kiállítási centrumunkat, mind pedig a cégekkel való partnerépítési kapcsolatunkat tekintve. A kiállításunk gerincét alkotó partneri kör az gyakorlatilag jelentkezett az idei évben is a vására, tehát arról már számot lehet most adni azoknak az agrár érdeklődőknek, gazdálkodóknak vagy szakembereknek, akik oda konkrét olyan szándékkal jönnek a gazdanapra, hogy valamiféle újdonságot vagy kapcsolatot keressenek, hogy azokat a megszokott márkákat és azt a megszokott reprezentációt azt az idei évben is megtapasztalhatják majd. Természetesen újdonságokkal, hiszen a vásárunk kiállítói köre évről évre formálódik, mindig jelennek benne a régi partnerek mellett új partnerek, és az idejében hasonlóképpen nem lesz másként. Hál' Istennek azt lehet mondani, hogy a sok éves szervező munkát a vásár irányába folytatott piacépítési és marketing munkánknak azért ebben az omék melletti időszakban is azért megvan az a stabil eredménye, ami majd az idei évben reményeink szerint szintén színfoltja lesz itt a baranyai agrárgazdaságnak. A kiállítók részéről nagy tehát az érdeklődés. Vannak-e külföldi jelentkezők? Ugye volt egy terv annak idején, ami részben meg is valósult az elmúlt években, hogy nemzetközivé teszik a gazdanapokat. Hát nemzetközivé tenni a vásárt azért az elég lassú folyamat és egy nehéz, tehát egy nagy kihívás. Nehéz dolog. Mi alapítványként egy viszonylag kis létszámú szervezet, de hozzáteszem, egy nagyon lelkes és úgy érzem, hogy szakmailag kompetens szervezetté is váltunk az utóbbi 8-10 évben itt a szervező munka kapcsán, hogy vannak mindig nemzetközi kiállítóink. Tehát ez vagy cégektől jönnek be, tehát vagy egy gyártópartner, vagy egy importőri kapcsolat, vagy néha-néha önállóan egy-egy megjelenni kívánó külföldi kiállító, amiből nagyon sok országból voltak már a gazdanapon. Sajnos nem egyszerre, tehát ezt azért el kell mondani erről a nemzetköziségről, hogy ezek évről évre mindig csak 1-2-3 ilyen társaság jelenik meg. Az adott évben mutat egyfajta kis kitekintést, egy újdonságot egy-egy terméknél vagy egy-egy szektornál, ami természetesen fontos. Ami abszolút újdonsága lesz az idei évnek, hogy formálódóban van egy új
partner kapcsolatunk egy szakkiállítás szervező társasággal, és lesz egy úgynevezett ilyen kiállítás a kiállításban partnerségi programunk, amivel a mi agrár orientált bemutatkozásunk mellé egy vadászat, horgászat, lovászat orientáltságú kiállítás fog helyet kapni, illetve kapcsolódni a vásári programokhoz, és ez nem csak a kiállítói körében hordoz majd nemzetközi társaságokat, hanem egyfajta újdonságértéket fog teremteni a vásári programok egy részének is, hiszen most erre fogunk koncentrálni, tehát ebben vagyunk partnerek, abban vagyunk érdekeltek, hogy most az idei évben a lovászat, a vadászat, ez kapjon egyfajta olyan kiemelt szerepet, egy újdonság szerepét, amivel reméljük, hogy a jövő évben sok-sok új partnert és még több érdeklődő látogatót, szakembert tudunk ide vonzani. De ez mindenképpen új színfoltnak számít, hiszen eddig ugye standard program volt, hogy megjelentek a gépkiállítók, hozták a mezőgazdasági munkagépeiket, nem maradhatott el soha az állatvásár, és a fedett pavilonban, pedig a pavilonokban pedig mezőgazdasági cégek vagy feldolgozó cégek jelentek meg, némelykor élelmiszeripari termékekkel. Azért néhány szót erről a vadászat, horgászat, halászati témáról mondjon meg. Azért azt mondanám, mielőtt még arra egy picit kitérnék, hogy vásárnak a megjelenése az előbb elmondott, megszokott tematika szerint fog megtörténni. Tehát az idei évben a Baranya, a régió és még távolabbi agrárcégeknek a jóvoltából egy nagyon-nagyon változatos és újdonságokkal is mutatkozó gépkiállítói bemutató lesz majd megtekinthető. Ugyanúgy egy nagyon impozáns stand terület, tehát egy csarnok terület lesz különféle szektorokkal, tehát ami éppen csak érintőlegesen vagy teljesen direkt bekapcsolódik a mezőgazdasághoz, hát a takarmányipar, tehát minden. A virágkötészetet azt nem mondanám, mert az inkább majd a kézműves vásárunknak lesz talán egy ilyen színfoltja, amit igyekszünk ismét olyanná tenni, hogy az egy minőségi, egy hát nem a megszokott és nem a mindennapokon megtapasztalható különböző kézműves mesterségeknek a bemutatkozását is magában hordozza. Ez az előbb említett kérdés, ez a vadászat, horgászat, ez egy mi úgy ítéltük meg, hogy ez egy olyan terület lehet a vásárban, amit talán önállóan a gazdanapok nem tudna megragadni, hiszen ez azért a mezőgazdasághoz közel áll, de mégis egy picit távol. Tehát ezek a cégek mondjuk talán önállóan nem jönnének el, de ennek a szervező partnernek a jó voltából, aki alapból szeretné azt elérni, hogy itt Baranyának is legyen egy ilyen fajta vására. Tehát vannak itt nagyon jelentős, jeles események, amik magukban hordozzák ezt a témakört, gondolok csak itt a néhány hete megrendezett megyei vadásznapra, vagy kimondottan ilyen célzott kamarai és ilyen társasági eseményekre. Ez független attól más orientációjú, más inkább gyártó cégeket, importőröket mozgató program kíván lenni, és ehhez a gazdanap a maga infrastruktúrájával, a 11 éves múltjával, és reméljük, hogy a jövő évvel is aktívan kapcsolódni tud, úgyhogy erősíteni tudjuk egymást. És ez az erősödés, ez nem csak a saját magunk, hanem az azt meglátogatók, az azon résztvevő cégek, és így a megye összegészének a javára is válik majd. Tehát én ebbe őszintén hiszek, és ezért dolgozunk is sokat. Hogy alakulnak a szakmai programok? Például a mindig nagy érdeklődésre számot tartó Agrárfórum helyszíne idén mi lesz? Több helyszínen kerül ez megtartásra. Ugye az egy nagyon fontos és nagyon jó dolog számunkra, hogy az idei évben ismét az Agrártárca első embere, ugye a Gráf József földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter úr vállalta el a megnyitónak a megtartását, és az azt követő protokoláris eseményeket, amelyet majd a délutáni órákban a helyi szakközépiskolában egy agrárfórum fog követni, amit nyilván az ágazat aktualitásaihoz fog a tárca vezetője igazítani. Erre már most mindenkit szeretettel meghívnék, hiszen biztos, hogy fog olyan információkat hordozni, amik nagyon fontosak azok számára, akik ezt napi életükben gyakorolják.
a pénteki napunk az változatlanul a szakmájé, tehát ott a kiállítás és a kiállítás különböző állandó kísérő programjai mellett elsősorban az előadásokra koncentrálnánk. Ennek a témája, tematikája a piacra jutás, a piaci érdekképviseleti formák, ezeknek a jövőbeni szerepe, tehát ezek a különböző ismert, vagy az utóbbi időben megalakult termelői csoportosulások, tészek, bészek, tehát ezek. Úgy állítottuk össze a programot, hogy általánosságok mellett, a központi információk mellett külföldi vendégelőadót is hívtunk Ausztriából, aki ottani, tehát az ő nagyobb, vagy inkább régebbi uniós gyakorlatuknak megfelelő példákat fog elmondani, és utána pedig szekcionáltuk a programot növénytermesztésre, állattenyésztésre és kisállattenyésztésre. És ez a program fog áthúzódni még a szombati napra, amikor is egy agrárkörnyezetgazdálkodási információs napot fogunk délelőtt szintén az illetékes szakembereknek a segítségével megtartani. Aztán majd következnek a közönségprogramok. No, hát következzenek a közönségprogramok. Az eddigi tapasztalatok azt mutatták, hogy incsiklandó falatokból is finom italokból nem volt soha hiány, de ha valaki nem csak a száját, hanem a szemét és a fülét is szeretné jól lakatni, hát mivel csalogatják oda? Hát egy része visszakanyarodik oda, hogy tehát ez a Vásár a Vásárban programunk, ez magában hordoz sok olyan bemutatót, ami a lovasversenyben, a hozzá kapcsolódó lovastornász bemutatóban, huszárok karusszel műsorában, akkor vadászkutya bemutatóban, solymászati bemutatóban fognak ezek természetesen különböző időpontokban, de főként a szombati és a vasárnapi napunkon helyet kapni. Lesznek színpadi műsorok, amiben kicsit a megye, a népi hagyományok, akkor egy kicsit a gyerekeknek kedvezve bohóc műsorok és különböző ilyen színpadi műsorok fogják gazdagítani ezt a programot. Az állandó programjainkból pedig ezek az előbb említett ilyen elmaradhatatlan kóstolók, amik szerintem nagyon fontosak, és mindig, mivel hogy mindig más van, ezért mindig hordoznak azon a napon egy újdonság értéket, tehát ezeket sem fogjuk elhagyni. És mellette az igényesen összeállított kézműves vásárunk, a különböző olyan sójellegű kis vetélkedések, ami a tavalyi évben elindított ilyen kapálógépek vetélkedése, ami azóta már több helyen is megtapasztalható a rendezvényeken. Úgy látszik, hogy ez egy ilyen ötletes programnak bizonyult, és össze-összegyűjti a környékbeni, hát ilyen irányban versenyezni kívánókat. De készülünk ugyanígy egy traktoros céggel, egy újdonság programmal, egy ügyességi versennyel, aminek nem árulnám el a feladatait, mert az ott lesz. Akkor elkezdenek edzeni rá. Nem nagyon lehet rá edzeni, de ott meglepő lesz. Én bízom benne, hogy meglepetés értéke lesz a kitalált feladatoknak. Tehát ebből próbáljuk úgy összegyűrni azt a 12. gazdanapot, amiben hát reméljük, hogy sokan nem csak jó szórakozást, hanem jó üzletet és jó kapcsolatépítést is fognak majd találni, és reméljük, hogy ez az időponti változtatás, hiszen most már igyekszünk azért sokszor ismételni ezt az augusztus 4-e, 7-ét, és most én sem véletlenül mondom ezt még egyszer, hogy mert azért ez egy új dolog, ezzel ha egy adott évben is, de azért meg kell birkózni, és azért nekünk szervezőknek feladat az, hogy a látogatottságot a mi agrárcégeinknek biztosítsuk a gazdanapokra. Igazgató úr, most már itt több év távolából hogy látja a Baranya megyei Vállalkozói Központ és az általa szervezett különböző rendezvények, például a gazdanapok, mennyiben járulnak hozzá a megye a régió fejlődéséhez, mezőgazdasági és általában véve gazdasági fejlődéséhez? Hát igazából én csak a Vásárban vagyok érdekelt, tehát az alapítványnak a nagyon fontos alapprogramjai, ami a mikrohitelprogramban, az oktatási, a képzési, a különböző uniós projektekben való részvétel, ez a kiemelt tevékenysége. A Vásár az úgymond egy ilyen kiegészítő program, mint a mikro és a kisvállalkozásokat, meg már tehát a nagyobbakkal is kapcsolatban vagyunk ugye a kiállítás kapcsán. Egy velük dolgozó program, ami
hát bízunk benne, hogy számukra hasznos. Most a részvétel, a visszajelzések az évről évre új megújuló partnerség, ez nyilván azt mutatja, hogy valahol a programra, vagy ilyen jellegű programokra erre van igény, szükség van. Tehát itt nem csak a lényeg a könnyed kikapcsolódás, meg hogy gazdasági állatokat mutassunk be, meg kóstolókat szervezzünk, meg különböző olyan programokat, hanem igenis van a konferenciának tartalma és hasznossága, hiszen minden évben több százan végighallgatják ezeket a szervezett programokat, bízom benne, hogy profitálnak is belőle, tehát van értelme. Ugyanígy van nyilván apropója annak, amikor egy gépkiállító, egy takarmányipari cég megcélozza, ide meghívja a partnereit. Nyilván ennek a célja az üzleti kapcsolatoknak a megújítása, újak szerzése, és az eddigi években, hogy ez a mi gazdanapunk így lépésről lépésre tudott mindig egy picit többet nyújtani, tudott egy picit növekedni, ez nyilván azt is jelenti valahol, hogy ennek az egésznek van gazdasági háttere. Mert ha valaminek nincsen semmilyen gazdasági háttere, vagy egyáltalán nincs kihatása arra a körre, amit megcélzott, akkor annak igazából hát nagyon hamar elhala az útja, de hát azért minden évben ezért tenni kell, és meglehetősen sokat kell dolgozni cégeknél, hivataloknál, minisztériumnál, hogy ez a helyére kerüljön, és minden évben megkapja az aktualitását és az újdonság értékét. V. Gábor, köszönöm szépen, hogy itt volt és mindezeket elmondta. Még egyszer erősítsünk rá az időpontra, ami most az elmúlt évekhez képest kicsit szokatlan, tehát augusztus 4-e és 7-e között Szentlőrincre a Vásártéren 12. alkalommal. Szentlőrinci gazdanapok, remélem, hogy minél többükkel találkozunk ott kint a helyszínen, de ha nem, esetleg akkor azt megígérhetjük, hogy a Pécs TV, ahogy eddig is, ezúttal is tudósítani fog az eseményekről. Még egyszer köszönöm, hogy itt volt, önöknek pedig további kellemes televíziózást kívánok. Viszontlátásra! Thank you.